Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, egy érdekes témát fogok feldolgozni, méghozzá az, hogy ne hoppolj. Azaz vége annak, hogy a disztribúciók között, illetve az asztali környezetek, ablakkezelők között ugráltam. Ez az én saját véleményem, ezt megosztom veletek, és hogyha nektek tetszik, akkor természetesen ezen mentén ti is elgondolkodhatok arról, hogy nem váltogatjuk hetente, havonta, naponta, fél évente a disztribúciókat. Miért nem cserélgetem már a disztribúciókat? Miért? Miért gondolkodtam el azon, hogy nekem nem igazán jó az, hogy egyszer egyik, másszor másik disztribúciót használok? Természetesen vannak olyan dolgok, ami miatt váltani kell valamit, például egy hardvert, vagy egy programot nem támogat egy disztribúció, vannak vele problémák, vagy megszűnik a disztribúció támogatottsága. Azaz természetesen van, amikor váltani kell, de van, amikor nem. És az esetek 99%-ában, amikor váltottam, akkor igazából nem azért váltogattam, raktam fel, telepítettem, próbáltam ki valamit, mert a régi rossz volt, hanem azért, mert gyakorlatilag érdekelt, meg akartam nézni, meg különben is. Hát ennek a különben is dolognak vége van. Miért nem cserélgetem már a disztribúciókat? Azért, mert az egyik se jobb, mint a másik. Gyakorlatilag a nagyobb, elismertebb disztribúciók teljesen jól működnek. Nincs benne olyan érdekes, különleges és extrém jóság egyikbe se, ami a másikban ne lenne meg, vagy bele ne lehetne építeni. Mások, természetesen nagyon mások a disztribúciók, el lehet gondolkodni azon, és végtelen hitvitát lehet abból gerjeszteni fölöslegesen, hogy melyik a jobb. Nem annyira mások, mint ahogy sokan mondják, nem azért más egy disztribúció, mert az sokkal-sokkal jobb, hanem azért, mert más emberek készítik, más elvek szerint készítik, azaz az a jó disztribúció, azaz ideális disztribúció, az az ideális eszköz, ami neked jó, hogy a másiknak lehet, és valószínű, hogy pontosan az, ami neked a legjobb, lehet, hogy neki nem a legjobb, azaz mindenki a sajátját válaszza ki, különböző elvek alapján ki lehet válogatni, a legegyszerűbb az, hogy az elején kipróbál az ember jó sokat, aztán kiderül, hogy neki a rolling, tehát a folyamatosan frissülő, vagy éppen a Debian ág az, ami kényelmesebb, ahol azért lassabban frissülnek a dolgok, de ennek ellenére stabilabb. Tehát ezt meg kell találni, nincs olyan, hogy ideális, és ezért is fölösleges hitvitákat folytatni, hogy ez jó, az jó, a másik milyen hülye, hogy azt használja, pedig az milyen kaka. Hát nem így van, nekem, neked és a harmadiknak más az elvárása. Miért rossz a distrohop? Miért rossz az, hogy állandóan váltogatja az ember a rendszereit, a disztribúcióit, a beállításait, egyéb? Miért rossz? Nem rossz, mert azt mondják, hogy ebből tanulsz. Fenéd, nem fogsz belőle tanulni, egy ideig természetesen tanulni fogsz, de ha folyamatosan váltogatom egyiket, akkor a másikat, majd a harmadikat rakom fel, és az egyiket, az elsőt nem ismerem meg, a másodikat nem ismerem meg, a harmadikat nem ismerem meg kellő mélységig. Ezért hangsúlyozom, hogy kellő mélységig, mert hogyha neked annyi egy disztribúció beállítása, hogy felteszed, aztán megváltoztatod esetleg a háttérképet, vagy a témát, akkor teljesen fölösleges ezt hallgatni. Én a beállításokat, a megismerést azért mélyebb szinten szeretném megtenni, azaz számomra nem elegendő az, hogy a beállító panel, amit esetleg adnak hozzá, azon végigfut az ember, aztán itt-ott egy kis beállítást csinál. A testre szabás egészen mást jelent egy Linux disztribúciónál. Mindegyik jó, így inkább egyet fogok használni, amit teljes mértékben, kellő mértékben megismerek. Én szeretem megismerni a disztribúciót, de az utóbbi időben elég sokat felrakosgattam, kipróbáltam az elmúlt 5 évben, és odáig jutottam el, hogy felraktam egyet, és utána majdnem újra kellett tanulni, mert a régihez, akármilyen régebbihez, bizony megtanultam, hogy mit, hogyan kell csinálni az újnál, esetleg egy Arch, Debian, vagy Fedora, vagy egyéb váltásnál, értelemszerűen minden máshol van, nem minden, és lehet vitatkozni, hogy meg lehet tanulni, meg ott van a Help, meg ott van a Wiki, meg egyéb. De azért maradjunk annyiba, az embernek az életideje véges, és igazából nem azért van a Linux rendszer, és nem azért szeretjük a Linuxot, hogy naponta, hetente, havonta
csereberéljük, és állandóan folyamatosan azzal teljen el az időnk, hogy beállogatjuk. Ez egy jó hobbi, nagyon jó dolog az, hogy te állogatod, meg megismersz egy csomót valamilyen szinten, illetve hát amennyi időd van, energiád van rá, és utána váltasz. Nagyon jó, nagyon úgy néz ki, mintha te mindegyikhez értenél, de igazából az időd elmegy. Hobbinak jó, szórakozásnak jó, Linuxnak az a nagy előnye, hogy egyszer beállítja az ember, és utána működik, 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 de hogyha te ezt folyamatosan megszakítod, mindig a beállítással megy el az időd, így pontosan oda jutsz, mintha a Windows használnál. Folyamatosan rakosgatod, babrálod a rendszeredet. A valódi testreszabásoknál elég mélyen meg kell ismerni a rendszert. Ezt hangsúlyozom, itt a testreszabás és a beállítás nem arra értem, hogy felteszed és a háttérképet, és egy-két beállítást megteszel, hanem valóban rendszer szintű beállítás, program szintű beállításokat megtesz az ember, mert az a lényeg, nem? Az a lényeg, hogy beállíts úgy, ahogy neked kell, de hogyha esetlegesen mondok egy számot, havonta váltogatod a disztribúcióidat, akkor nyilvánvalóan havonta a beállítások egy részét meg kell tenni. Sok idő megy el az újabb, sokkal jobb disztribúció beállítására. Ahogy nézegetem itt a videókat, mindegyik disztribúció szuper, igaz? Nagyon szépen bemutatják, hogy mit tud, miben más és miben jobb, sokkal jobb, mint a többi. Hát bizony, hogyha állandóan váltogatom, akkor állandóan állogatni kell, ami hozadéka a DistroHop-nak. Az alapprogram kínálat más. Gyakorlatilag minden disztribúció, a legtöbb disztribúció úgy indul, hogy van 2, 3, 4, 5, akármennyi, általa kiemelt és használatra ajánlott asztali környezete. Hát, hogyha az asztali környezeteket váltogatod, csak arra kell belegondolni, hogy van a KDE, GNOME és a többi, akkor természetesen az hozza a saját program készletét. A programkínálat más, újabb programokat kell beállítani, megismerni. Igaz, mindenki tud egy fájlkezelőt használni, ide-oda másolgatni, törölgetni, de egy fájlkezelő legalábbis véleményem szerint ennél mélyebb ismeretet is kínál, rengeteg funkciója van. Miben más a Windows használó és a Linux használó? Abból, hogy a Linux használó a programokat szeretné megismerni, mert azért örülünk annak, hogy mi mindenhez hozzáférünk ingyen, hogy kipróbáljuk. Kipróbáljuk, ami tetszik nekünk, azt használjuk, és nyilvánvalóan olyan használat, hogy fájlkezelőnél maradva el-vissza másolgatsz, illetve törölgetsz valamit, vagy létrehozol egy könyvtárolt fájlt az adott állománykezelőbe, az igazából nem mélyebb megismerés. Úgy bármelyik jó, de amikor már valóban be akarod konfigurálni, saját dolgokat belerakosgatni, akkor már igazából elmegy az időt, hogy arról B-re válts, és ugyanúgy beállítsd. A programokat be kell állítani, gyakorlatilag általában, mondok egy számot, 2-3 tucat programot használ általános használatra az ember, azokat be kell állogatni. Ha nem állogatod be, akkor természetesen lehet használni alapbeállítással is, de akkor meg igazán teljesen mindegy, hogy meg disztribúciót használod, hogyha nem nyúlsz hozzá, nem nyúlsz hozzá a programok beállításához, ha megbeállítod, akkor váltasz, újra be kell állítani, és lehet, hogy ez a program a másik, akármelyik program, amit az adott asztali környezet hoz magával, nem ugyanúgy kell beállogatni, nem ugyanott lesz a beállítás, nem ugyanolyan néven találod meg, itt nem az alapbeállításokra gondoltam, mert az nagyjából egyforma. Nem minden esetben hordozhatóak a beállítások, ez nagyon nagy szívfájdalmam, hogy a disztribúciók, programok, akármi mindenre igaz, úgy csinálják meg a saját dolgaikat, hogy valamibe belenyúlnak. Biztos, ami biztos, ne az legyen, hogy simán átmásolsz egy konfigurációt, és azon is működik. Más lett egy picikét a könyvtár szerkezet, máshova teszik el a dolgokat. Lehet, hogy 10-ből 7, ez saját tapasztalat, megszámolgattam, 10-ből 7-nél simán átmásolod a konfigurációs fájlokat, működni fog, főleg a terminálos kisebb programoknál, de a nagyobb programoknál nem feltétlenül fog simán működni minden, mert esetlegesen ezt-azt odébb tettek, egy-két beállítást máshova tettek, kellemetlen, amikor a fáj szerkezetet, tehát a fáj struktúrát megváltoztatják ilyen-olyan gondolat mentén, és A, B és C disztribúcióban ugyanazt máshol találod meg. Én úgy gondolom,
hogy hasonló téma az asztali környezet, illetve az ablakkezelő hoppolás is ugyanez, csak cifrába. Esetleg még kényelmesebb is, hiszen azonos disztribúción belül akárhány asztali környezetet fel tudsz tenni, persze akárhányat fel tudsz tenni, de kérdés az, hogy azok együtt tudnak-e működni. Általában egy kisebb és egy nagyobb asztali környezet jól megvan, de esetlegesen egy gnómot és egy KDE-t összeházasítani egy rendszeren belül nem feltétlenül fog neked kényelmes lenni, valahol, valamikor biztos, hogy ütközés lesz. Ez egyébként hasonló hiba, mint a distrohop. Miért? Egy asztali környezet beállítása hosszadalmas, a finom hangolása pedig munkaigényes. Gyakorlatilag egy KDE beállítása az, hogy végigmész a beállítás panelon, vagy hát azon a programon, az is hosszadalmas, és csak végigmész, nem emélyedsz el bele nagyon, mert ott azért vannak finomságok, igaz? És akkor, hogyha ezeket nem állogatod be, akkor igazán csak egy alapbeállítású, egy picit itt, egy picit ott belenyúltam a beállításba, felkiáltású KDE-d lesz. A KDE azért jó példa, mert rengeteg beállítás van az alapbeállító panelba, nagyon szépen bele tudsz nyúlkálni a rendszernek a működésében. Más a programkínálat, GNOME-nál más jön fel, KDE-nek más az alapkínálata, többinél is általában így van, így azokat is be kell állítani. Az, hogy a KDE-nek vagy a GNOME-nak a saját szövegszerkesztője az más, az egyértelmű, fájlkezelője a legtöbb rendszernek más, ablakkezelőnek más, asztali környezetnek más, és azokat be kell állogatni, és az idő munka, és hogyha 2 hét múlva, 1 hónap múlva kidobod, és másik fele kacsingatsz, akkor természetesen felesleges munka van. Több tucat aktívan használt program valódi finom hangolása már elveheti az időt. Nem arról beszélek, hogy a LibreOffice-t felteszed, megváltoztatod egy picit az ikonkészletet, meg még netán-netán a magyar helyesírás ellenőrzőt is beállítod. Ez nem beállítás, ez csak egyszerű kis felrakom, és az alap dolgokat felpaszírozom melléje, és utána örülök neki. A finom hangolás azért más. Sokkal másabb, hogy minden úgy és akkor és pontosan úgy működjön, ahogy neked kell. És általában ez olyan dolog, amit egyszer megcsinál az ember, örül neki, vált egy disztribúciót, asztali környezetet, egyebet, és utána előfordul, hogy újra kell beállogatni, és a végén kikopnak a beállítások. Persze, mindenki mondhatja, hogy 1, 2, 3, A és B és C programnak a konfigját fogom és átmásolom. Igen, hogyha valaki csinált már olyat, hogy Debianról, mondjuk MX Linuxról át szeretett volna térni Arch rendszerre, majd rájön arra, hogy nem feltétlenül mindig mindenhol és a legkellemetlenebb helyzetbe fog kiderülni, hogy pontosan az, amit gyorsan kellene használni, és azt hiszed, hogy be van állítva, annak a konfigja nem jött át, azzal, hogy fogtad és a home könyvtárat, vagy a .config könyvtárat szépen átpasszíroztad a másikra, nem feltétlenül fognak együttműködni. Kellemetlen dolog, de ez van. Mi a megoldás? Mi a megoldás, amit én választottam? A megoldás nagyon egyszerű. 1 vagy 2 disztribúciót ki kell választani. Azért kell 1 vagy 2, mert egyel dolgozik az ember. Én úgy gondolom, hogy legyen egy tartalék is, ami mondjuk felteszed minimál telepítéssel, nagyjából beállítva, mert lehet, mivel ugye én az Arch mellett tettem le a voksomat, azért, mert az MX alatt a nyomtatóm nem működik, leírásokat olvasgattam, az újabb MX alatt a nyomtatóm nem működik, azaz olvasgattam leírásokat, sok mindent kipróbáltam, nem működik. Most kérdés az, hogy az új nyomtatót megveszem, mert nekem nem kell, itthon nem kell nyomtató, nekem megvan a háttered, hogy nagy tételben normális nyomtatásokat megcsináljanak nekem, azért itthon van egy egyszerű nyomtatom, azért nem veszek 50-100 000 forintért, mert 50 a minimális értéke egy lézernyomtatónak a gagyik közül, azért nem veszek egy új nyomtatót, hogy bizony hetente 2 lapot kinyomtassak, és az MX-et használjam. Nem sikerült, higgyetek el, én 2001-2002 óta használok Linuxot, gyakorlatilag 2007 óta nem használok Windows 99,9%-ban,
és nem tudtam beállítani egy nyomoronc nyomtatót, mert nem támogatja, alapból nem támogatja, ennyi, örültem neki, hogy idáig jó volt az MX, igen, most váltanom kell, na hát én az Arch-ot váltottam, és mivel az Arch az eléggé olyan, hogy a frissítéseknél lehet probléma, persze ezt ki lehet kerülni természetesen, azért én úgy gondolom, hogy egy egyéb disztribúciót is fel kellene tenni egy minimális telepítés mellett. Ez az indoklás, hogy egy vagy kettő van odaírva. Két környezet kiválasztása, tehát két asztali környezetet, illetve ablakkezelőt érdemes kiválasztani, hogy melyik, az teljesen mindegy. De én úgy gondolom, hogy akármelyik szép, nagy asztali környezetet használsz, mellé egy egyszerűbbet, amit nem ütközik vele, vagy egy ablakkezelőt fel kéne rakni. Miért? Mert abban a kellemetlen helyzetbe kerülhetsz, hogy egy frissítés, vagy éppen a te általad elkövetett testreszabások, javítások okán az asztali környezetet nem indul, akkor kényelmesebb egy másik, esetleg ablakkezelőt elindítani, ami minimálba fel van konfigurálva, és onnan javítani a rendszert, mint esetleg terminálba, nettó terminálba, tehát nem terminál emulátorba, terminálba kelljen ott barkácsolni, ami esetleg egy KDE, GNOME, STB használóknak nagyon idegen. Oké, tehát azért maradjunk annyiba, hogy egy vésztervet is fel kell tenni. A következő lépés, amin én gondolkodok és el fogom követni, a programok kirostálása. Egy funkcióhoz maximum 3 program való. Miért kell 3 program egy funkcióhoz? Megmondom őszintén, végigpróbáltam a lehető összes fájkezelőt, és nem találtam olyat, ami mindenben jó. Mindenben úgy működik, hogy nekem tetszik. Oké? Így bizony arra gondoltam, hogy kiválasztok 2-3, amit felteszek. Azért is érdemes természetesen egy funkcióra esetleg 2 is használni. Mondok egy nagyon egyszerű példát, szövegszerkesztés. Szövegszerkesztő az természetesen a legtöbb rendszerben LibreOffice, azaz a LibreOffice felrakja az ember. Igen, emellé azért egy kisebb is kell, ami villámgyorsan felugrik, és sima TXT fájt tudok szerkeszteni vele, azaz a konfigurációkat meg tudom vele tenni. Ezért kell 2, nem egy vaskalapos rendszerírtást szeretnék elkövetni, hanem azt szeretném kikerülni, hogy legyen fent 7 darab fájkezelő, meg 8, ez konkrét szám, 8 darab szövegszerkesztő, mert ez ebben jó, azt felhozta, nem törlöm le, persze jó lesz valamire, nem. Nem kell annyi. Ideális lenne mindenből az egyet kiválasztani, de tökéletes program, tökéletes rendszer nincs, így bizony egy bizonyos korlátozást bevezetve, de normális szinten kellene tartanom a programkínálatomat. A következő lépés természetesen ez már ilyen saját gondolat, lassú beállításokkal építeni fel a rendszert. Ez jó megoldás, mert hogyha folyamatosan lassú-lassú lépésekkel nem egy óra alatt bekonfigurálom az egészet, felkiáltású gondolat mentén gondolkodik az ember, akkor természetesen minden finom hangolása, tényleges finom hangolása sor kerülhet, és közben természetesen az ember feljegyzi, vagy legalábbis valamilyen módon rögzíti azt, hogy mit csinál, hogy esetlegesen a későbbiek folyamán ne kelljen újra ugyanazokat megkeresni az interneten a tényleges finom hangoláshoz, azért a manuálok olvasása, internetes keresés, itt-ott belenyúlok a konfigurációs fájba, azért elvárás lesz, véleményem szerint. Megkérdezhetitek, és jogos a kérdés, miért váltogatnak az emberek, miért váltogattam én disztribúciókat folyamatosan, asztali környezetet folyamatosan, csordaszellem. Elmondom nektek, hogy egy bizonyos Discord csatornán fent voltam az elmúlt 4-5 évben, megszűnéséig természetesen, és azt láttam, hogy mindenki azt a disztribúciót használta, vagy próbálta meg használni, amit az ott lévő domináns egyedek ajánlottak, mondtak, ha ő váltott, azonnal váltottak, azonnal és rögves nem gondolták át, és nem mérlegelték azt, hogy lehet, hogy akinek egész napos szabadideje van, vagy hozzáért, mert ezzel dolgozik, ő neki egy váltás gyorsabban megy. Ahogy Arch-ra váltottak, rögtön, ahogy Fedorára váltottak, a többiek is váltottak, csordaszellem. Csordaszellem, azaz az emberek nem követik azt, hogy ez nekem jó, vagy nem, a másik azt használ, amit akar.
A következő gondolat, hogy ami van, azt nem tudják kezelni. Azt mondják, hogy azért váltanak, így voltam én is egy ideig, de már nem. Természetesen azért váltottam, mert A és B és C disztribúcióban nem találják meg azt a beállítást, nem tudják úgy beállítani, mert így, mert úgy, mert amúgy az jobban van beállítva. Hát bizony, nagy hiba egyébként a disztribúcióknál, hogy nincs konkrétan leírva, hogy ők mit váltottak, az, hogy milyen eredményt értek el, azt leírják, hogy a kernel gyorsabb, meg ilyen beállítás, olyan beállítás, de nem mondják el sajnálatos módon, hogy ezeket hogyan csinálták meg, és nesze, itt van a beállító fájl, hogy te is ugyanúgy meg tud csinálni, persze összetettebb ennél a dolog, de azért jó lenne időnként mélyebb ismereteket is megkapni egy disztribúció kapcsán. Azaz nem tudják kezelni, úgy gondolják, hogy a másik könnyebben kezelhető legyen, mert ott ehhez van program. Lehet, hogy ehhez van, de esetleg máshoz, más beállításhoz meg pontosan abba nincs program. Illetve természetesen az, hogy a másik rétje, másik disztribúciója, másik nője sokkal zöldebb, ahogy mondják. Igaz? Sokkal zöldebb. Miért? Mert én a saját disztribúciómnak, amit használok, az összes problémáját ismerem, amivel találkoztam. Azt nem ismerem, hogy a másik, aki éppen azt mondja, hogy ő mást használ, hogy ő neki milyen problémái vannak. Azt nem ismerem, hogy a másiknak milyen problémái vannak, azaz azt látom, hogy az enyémmel van probléma, a másikkal, aki éppen egy videót csinált, vagy éppen egy leírást csinált, vagy éppen valamit mondott a fórumon, akkor ő neki nem látjuk azt, hogy ő esetlegesen mennyi problémával, mennyi picike kis problémával küzdött a disztribúciójával. Összefoglalva, én befejeztem a disztribúciók váltogatását, én befejeztem az asztali környezetek, ablakkezelők váltogatását, és elindulok egy olyan úton, remélem sikeredik, hogy bizony egy disztró, egy ablakkezelő, egy asztali környezet és egy bizonyos program csomag összeállításával egy olyan rendszer szeretnék felállítani saját magamnak, amit nem kell váltogatnom, nem azzal megy el az időm, hogy váltok, állogatok, váltok, állogatok, váltok, állogatok, és utána ugyanoda jutok, mert a váltogatásnak nincs vége. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok!